Tiszavasvári vendége volt Gedő György, aki a Város Sportmúzeumának avatásán vágta át a szalagot. A 68 éves sportember 1968-ban Mexikóvárosban, 1972-ben Münchenben, 1976-ban Montrealban és 1980-ban Moszkvában képviselte a magyar színeket. Münchenben tájföldi, angol, szovjet és észak-koreai ellenfelét legyőzve papírsúlyban szerzett aranyérmet a vasas versenyzője, aki, mint elmondta, mindent a sportnak köszönhet. Mivel én nevelt gyerek vagyok, nagyon sok felet tanítottak és neveltek. Az én edzőm tulajdonképpen az Adler Zsiga bácsi volt, aki nekem nevelő apám is volt, és én nagyon sok mindent tanultam tőle. Én 61 éve vagyok az ökövő sportban, ami annyit jelent, hogy 7 éves voltam, amikor megismerkedtem az ökövő sporttal, és azóta nekem veszőparipám, hogy azok a fiatalok, akik agilisan állnak hozzá, és tényleg valóban az ökövő sportot meg akarják ismerni, és meg akarják tanulni, főleg megtanulni, azokat én mindig segítem és támogatom, és beiskolázom őket, főleg az, ami a legfontosabb dolog, mert ebben a sportágban nagyon döntő fontosságú az, hogy a világon felismerte mindenhol, minden országban felismerték azt, hogy személyiségi formáló tulajdonságokkal rendelkezik, aminek nagyon fontos jelentősége van a versenysportban. Gedő György pályafutása során 597 mérkőzés vívott, amelyek közül 586-ot megnyert, 57-et kiütéssel. Mindössze 10-szer szenvedett vereséget, egy mérkőzése pedig döntetlennel zárult. Az ökövő sportág az nem harcászati sport, hanem taktikai sport. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hiszen ökövívásról beszélünk, nem boxról, bunyóról, néha zsargon néven mondják, vagy teszik. Én az ökölvívást tanítottam eddig is, a Vasas Sport Egyesületben 100 versenyző volt, most is vannak nagyon sok tanítványaim, és jelen pillanatban a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek az országos szakfelügyelője vagyok, hiszen egy éve már, most már második éve figyelem és kísérem a mai fiatalokat, a mai gyerekeket. Gedő György az olimpiai bajnoki cím mellett 2 Európa-bajnoki aranyérmet is szerzett. Egyetlen hiányérzete a pályafutásával kapcsolatban az, hogy nem állhatott fel világbajnoki dobogó tetejére.